A 33. év. Nagyapa bezárta a fészer ajtaját, de kezének remegése alig csillapodott. Az ajtó fölött tátott szájú csuka, koponyája függött. Én pedig még mindig a több sorban ülő fogakat csodáltam. Amikor néhány évvel ezelőtt a hal kifogásának körülményeiről érdeklődtem, nagyapa azt mondta nekem, hogy ennek a csukának a gyomrában egy kisgyermek koponyáját találta. Azt is mondta, régebben éltek ekkora csukák a Dunában. Akkor, amikor ő még fiatal volt, az pedig elképzelhetetlenül régen lehetett. És még nagyobb halak. Némelyikük akkora, hogy heten kellettek a kifogásához, és lovas szekérrel vontatták el Verőcétől Vácig. És talán, tette hozzá, még náluk hatalmasabb lények is éltek egykor a mélyben. Olyanok, melyeknek nincs is nevük. Amikor elmeséltem a történetet a szüleimnek, apám szokás szerint ideges lett. A vén ember elveszítette a józan eszét, mondta anyámnak. Nem gondolod, hogy tényleg ápolás alá kellene helyezni? Ugyan, Péter, mit ártott Jóska gyereknek? Tehető arról, hogy ti összevesztetek? Piroska, az apám bolond. Ezt nem én mondom, ezt mindenki tudja. Akkor sem volt ki a négy kereke, amikor Pestre mentem a kollégiumba, de a helyzet azóta csak rosszabbodott. Tudod, hogy csak azért engedem meg Zsoltnak, hogy nála töltse a szünidőt, mert ez a kívánságod. Az nem is érdekel, hogy a gyerek mit akar. Apám elfordult, és elnyomta a csikket. Nem. A gyerek azért van, hogy tanuljon. De ha te ragaszkodsz hozzá, hallgassa csak tovább az öregember sületlenségeit. Azon a nyáron nagyapa különösen ünnepélyes volt. Talán soha nem is láttam még ilyennek. Azt mondta, jönni fognak. Azt mondta, hallani fogom őket álmomban, amikor figyelek a kürtökre. A kürtökre? Kérdeztem csodálkozó tekintettel. Miféle kürtökre, nagypapa? A vadászok kürtjeire, amelyeket néha a hegyekből hallani? Nagyapa megrázta a fejét. Hosszú, csimbókos haja, amelyeket varkocsokba fogott, deres volt, mint télen a berek. Az arca, így emlékszem rá, barázdáltabb volt, mint a legsötétebb tölgyek kérge, amelyekbe különös rovásait véste, amikor a csónakban állt és a csendes vizet figyelte. A vadászok régóta nem használnak kürtöket. A kürtök valójában a folyó mélyéről hallatszanak. A folyó mélyéről? Hogyan volna az lehetséges? Hát nem voltak azok, akik a folyó mélyén nyugszanak? Az öreg elmosolyodott. Márha mosolynak lehet nevezni a remegést, amely csuparánc száján végigfutott. Az álmokra figyelj. Én már jó ideje hallom őket. És ha jön az ár, a kürtök hangja majd egyre erősebb lesz. Meghallja mindenki, akinek hívása van rá. Gondolod, nagyapa? Mondtam remegve. Hogy nekem is hívásom van? Az öreg olyan sokáig hallgatott, hogy nem tudtam megállapítani, alszik-e, vagy ébren van. Majd megtudod, ha eljön az ár. A 33. év. De ha meghallod a hívást, már nem fordulhatsz vissza. Velem kell jönnöd, hallod-e? Csendesen beszélt, mégis megborzongtam. Hallom, nagyapa. Suttogtam. A fészerre gondoltam, és arra, hogyan remegett nagyapa keze, amikor bezárta a vetemedett fa ajtót. Hamarosan. Hamarosan meghallom én is. Az áradás azon a nyáron valóban hamarabb jött, mint azt bárki várta volna. A víz felért egészen az utcákig, az emberek homokzsákokat pakoltak, a parthoz közelebb lakókat ideiglenesen ki is kellett költöztetni. Mivel, hogy éppen 14 múltam azon a nyáron, engem bőven munkára lehetett fogni. Beállítottak néhány környékbeli gyerekkel együtt az árvíz elleni erődítmény megalapozásához. A nagynéném, aki néha ránézett a nagyapára, azt szorgalmazta, hogy hagyjanak ki ebből, de nagyapa szerencsére megmentett.
azzal érvelt, hogy hivatalosan ő felel a nyaraláson biztonságáért. Nagyapa 80 is elmúlt már. Ő nem dolgozott. De amikor a munkából felnéztem, láttam, hogy ott áll egy magas, szikár alak, botjának végére támaszkodva az utca végében, és szótlanul nézi a Duna egyre emelkedő vízszintjét. Csimbókos, őszhaja úgy lógott ki a kalapja alól, mint a hínárból szőtték volna. Arca akár egy faragott bálványé. Apám telefonált. Szerette volna, ha visszajövök Pestre, de anyám visszatartotta. Az árhullám először csak korhat rönköket, leszakadt ágakat, hordalékot és roncsdarabokat sodort magával, ahogyan az ilyenkor szokásos. Később, amikor a víz emelkedését megállították, megérkeztek az első testek. Kisebb madarakat, nyulakat, később őzeket és szarvasokat sodort magával az ár. A vízbe fúlt állatok teste néha a házak közé sodródott. Ilyenkor gumicsizmát kellett ölteni, hogy a csónakhoz kötve kivonszolják őket. Emlékszem, egy agancsos gím fennakadt egy kerítésen. Nagyapám ladikkal ment ki érte. Vele voltam. Amikor kiemeltük, az állat üveges szemeiben volt valami, ami miatt másnap nehezen aludtam. Kétség kívül hatalmas áradás lehetett az Alpokban és máshol a Duna vízgyűjtő területén. A hó olyan gyorsan olvadt el, hogy szerencsétlen állatok nem tudtak idejében elmenekülni. A vízbe fúlt madarak esete azonban sokkal ijesztőbb lehetőségeket sejtetett. Lehetséges, hogy ezek az apró, kedves lények ne tudtak volna elrepülni, amikor jött az ár. Az éhes hullámok a fészkükön lepték volna meg őket? Vagy az is lehet, hogy szándékosan mentek a folyónak? Hallottam már olyan dolgokról korábban, az állatok halálával kapcsolatban, mint például delfinek rejtélyes, tömeges öngyilkossága. Habár a tudósok többféle magyarázattal is próbálkoztak, már akkor is tudtam, hogy az ilyesmire nem létezik magyarázat. Vajon lehetséges az eféle hullámok között valamilyen kapcsolat? Egyesek úszó embert is láttak valahol a Dunában, de amikor rákiáltottak, az alak eltűnt a folyóban, mintha sose lett volna. Mások azt mondták, hogy a bőre mintha nyálkás és fekete lett volna, akár egy óriási vidrának. A környékbeli gyerekekkel, barátaimmal, Bélával és Gergővel lázasan találgattuk a megoldásokat. Persze nekik nem beszéltem arról, amit nagyapa mondott az árról, ami minden 33. évben jön el. Nekik nem beszéltem a kürtökről, amelyeket meg kell majd hallanom. Nekik nem beszéltem az álmokról. Nagyapa elejtett utalásaiból tudtam, hogy a környékbeli településeken csak néhányan tudnak róluk. Régi, kiválasztott halászcsaládok fiai, mint amilyen én is vagyok. Egy éjjelen, amikor az ár tetőzött, nem sokkal éjféltájban meghallottam a kürtöket. Felébredtem. Nagyapa felkelt a faragott székből, ahol többnyire napközben pihent. Eloltotta a pipáját, és a fejébe nyomta a kalapját. Nem sokára visszatért egy recézett késsel a kezében, amelyet talán a fészerben rejtett el, ahová én nem mehettem be. Csak egy kicsit féltem, amikor azt kérte tőlem, hogy mondjam utána a szavakat. Tüzet gyújtott a kertben, nem messze a csuka koponya alatt. Az ismeretlen isteneknek, szavalta az öreg furcsa, elváltozott hangon, és két tincset vágott le ősz, csimbókos hajából. A tűzbe dobta őket, fanyar, különös illat áradt. Az ismeretlen isteneknek, szavaltam utána. Akik a folyó mélyéről hívnak engem, kántálta az öreg egyik lábáról a másikra ugrott, ijesztő könnyedséggel perdült meg tengelye körül, majd térdelt a kiszagelt koponya elé. Akik a folyó mélyéről hívnak engem, ismételtem. A csuka koponyája tátott szájú, világokat elnyelő rémalaknak tűnt az esti tűzfényében. Minden 33. évben, minden 33. évben, ajánlom életem. Az öreg ekkor levette a kalapját és meghajolt előttem. Megláttam tetovált kopasz fejtetejét kivillanni az ősztincsek alól, ahová nem csak az idő vésett rovásokat. Körök, vonalak, kígyó minták egymásba kapaszkodó ágakra, levelekre emlékeztető szimbólumok.
Ígéred-e, hogy bármit megteszel, amit a folyó istenei tőled ezután kérnek? Ígérem, motyogtam. Ígéred-e, hogy nem mondasz ellen semmiben parancsaiknak, akár általam beszéljenek, akár álmodban hallod őket, akár a hullámokból szóljanak hozzád? Ígérem, mondtam, és úgy éreztem, hogy a torkom száraz, akár egy fehérre meszelt síraknak. Hiszed-e, kérdezte végül, hogy ami odalent fekszik, nem halott, és ami egyszer élt, az nem halhat meg soha végképp, miként a semmi és a valami végtelen lényegük szerint egyek. Hiszem, mondtam, mert mondanom kellett, mert egy megfoghatatlan hatalom, ami talán a tűzből, talán a nagyapám botjából, talán saját, megmérhetetlen lelkem másik feléből beszélt hozzám, ezt mondatta velem. Mondtam, mert a folyó istenei is így akarták. Jól van hát, szólt az öreg, és kalapját visszatette a fejére. Kis késsel, ekkor két apró vágást ejtett az ujjain, majd megfogta a fejemet, megmetszette új hegyeit, és hasonló vágásokat ejtett a bal, majd a jobb fülem mögött, és megvágott ujjait hozzáérintette a sebhez. Elájultam akkor? Vagy talán csak ébren álmodtam? Nem tudom már, olyan régen történt. Egy valamire azonban tisztán emlékszem. Sokkal inkább éreztem, mint láttam világok születését és lebomlását. Milliónyi születő, ébredő és meghaló lény sikolyát hallottam egy ugyanazon pillanatban, és vak, időtlen térben sodródó sziklákat láttam, amelyek mintha 100 000 fényév messzeségben lebegtek volna, mégis saját, tágra nyílt szememből hullanak ki fekete, száraz köncseppekként. Talán egy napon keresztül is aludhattam ezután. A következő nap éjjelén, amikor az ár éppen tetőzni látszott, nem sokkal éjfél után szálltunk csónakban anyapával. A hold a zeniten volt. Mások is jöttek még velünk hosszú, fekete csónakokkal, a csónakok végében világító lámpákkal, mélyen a fejükbe húzott kalappal, vagy arcukat a szürke esőkabátok csukjájával takarva, szótlanul. Végignéztem rajtuk. Egyesek arca ismerősnek tűnt a táncoló lángocskák fényében. Már talán láttam is egyeseket a házak között, Verőce utcáin, vagy másutt a környéken. Egy idős asszony, szája sarkában jellegzetes vágással, a piacon sajtokat és frissen fejt kecsketélt árult korábban. Egy vörös szakállas, magas férfi pedig ott, mélyen a szemébe húzott szürke filc kalappal, többször is ránk köszönt már, amikor nagyapámmal a Duna kavicssal telehintett partján sétáltunk. Egy fiatal, szőkehajú lány üldögélt szótlanul éppen a mi csónakunk végében, akit mintha szintén láttam volna már, a Börzsöny belseje felé vezető úton vándorbottal a kezében, súlyos hátizsákkal a vállán indulni a hegyek irányába. Az elvadult, ezüstös szakállakba kötött csontocskák tompán ütöttek egymásnak, amikor az evezősök meghúzták göcsörtös börzsönyi tölgyekből kifaragott lapátjaikat. A csónakok áteveztek a sötétbe borult Dunán, és hamarosan egy sziget partjához értünk, amely a sötétben, mintha hirtelen emelkedett volna ki a szétnyíló habok közül, mint egy hatalmas, fekete hátú hal. Néhányan közületek, kik ott voltatok, majd azt mondják, az a sziget sohasem merült fel a Duna medréből. Azt mondjátok majd, azok a hullámok sohasem nyíltak szét, és az a 16 fekete csónak nem siklott ott hangtalanul a hold halotti fénye alatt. Én azonban mindent úgy mesélek el, ahogyan láttam. Mások emlékeit, amelyek ellent mondanának az enyémnek, pedig fedje be a feledés, ahogyan a homok is befedi az ősök sivatagban elsüllyedt városainak arany tetejét. Sokáig láttam még álmomban azokat a különös szögben az egekbe törő tornyokat. Nagyapa a szigetre lépett, és a legősibb módszert használva, acéllal és kovával meggyújtotta a taplót, és felszította a lángot. A tűzfényében szikrázó, gúla alakú aranytetőket láttam, egy végtelen, fehér fal tetején sorakozni, és oszlopokat, amelyek magasabbra törtek, még a lassú, úszó fellegeknél is. A falon furcsa hieroglifák voltak, és egyikben másikban felismertem a nagyapa botjának rovásait. Sohasem fogom feledni, mert álmaimban néha még most is kísértenek, mint ahogyan az a falra festett, vörösen lángoló szem is, amely mintha engem figyelt volna.
Nagyapa lassú mozdulatokkal nyúlt a tűzbe, és én nem hallottam fájdalomordítást, amikor a hamu mélyéről kiemelt valamit. Tollakkal és bőrszíjon függő csontdarabokkal díszített kerek kis dob volt. Olyan rovásokkal teleírva, akár a hosszú botja és a fal, amit a tűzben láttam. Alig kivehető lassúsággal kezdődött el a forgás. Nagyapám minden fordulatnál ütött egyet a dobon. A forgása lassú volt, mint a világot mozgató szent életkerekeké. Amikor abba maradt, élesen felkiáltott, és a dobja messzire repült a kezéből. A hang még ott lebegett valahol a levegőben, pengeként vágva el a csendet. A lángok aztán hirtelen, mintha megdermedtek volna, magasra emelkedtek, majd ismét visszahullottak parázsló állapotukba. Nagyapám körbehordozta tekintetét, és az emberek sorra lehajtották a fejüket, amikor rájuk nézett. A fehér város, Tongvang Cseng istenei mondták nekem, szólt fátyolos, de mégis erőteljesnek tűnő hangon, hogy kegyesen elfogadják a számukra minden 33. évben felajánlott áldozatot. Az ár most még visszahúzódik, és az áldozat elvégeztetik. Azért, hogy ez a világ megmaradjon, most újabb 33 évre csendes lesz a Duna. Nagyapám felemelte a karját, és az összegyűlt, a tűz körül szótanul áldogáló emberek irányába mutatott. Mozgolódás támadt. Valaki a tűz mellé lépett közülünk, háromszor meghajolt a nagyapa előtt, majd letérdelt. Amikor felemelte a fejét, az esővédő csukja hátra csúszott, és döbbenten vettem észre, hogy a szőke hajó lányoz. Kígyózó, hullámvonalra emlékeztető penge csillant most nagyapa kezében. A dermedt, jégszilánként figyelő teli hold és felparázsló lánynyelvek fényében. Tőr volt az. Hosszú, keresztezett pengéjű fegyver. Élesre fenve. Elmélyülten forgatni kezdte az ujjai között. Minden egyes mozdulatánál úgy tűnt, hogy más és más oldalról veri vissza a hold ezüst fényét. Egyszer úgy csillant, akár a fény az öreg Dunából magukat felvető halak pikkein. Egyszer úgy, mintha annak a tűzben látott ismeretlen városnak az arany tetejei ragyogtak. Másszor pedig úgy, mint a Duna mélyére süllyedt ősrégi templomok harangja. Majd hirtelen a sötétségbe veszett a penge, és olyan lett a nagyapám kezében, akár a vizek fölött levegő formátlan árnyék. Ekkor egy hosszú vágást ejtett vele. Először a jobb, majd a bal tenyerén, majd sebet ejtett valahol a karján is. Először csak enyhe szúrást, majd hosszas, tompa zsibbadást kezdtem érezni a nyakamon ott, ahol nagyapa előzőleg megvágott a fülem mögött, amikor esküdtettem a folyó isteneknek. Fiatal voltam, nem fogtam még fel szavainak súlyát és értelmét. Újabb 33 év nem múlhat el áldozat nélkül, mondta, és markolattal lefelé fordítva a feje fölé emelte a tört. A vér lassan szivárogni kezdett a kezéből, vörösre festve a pengét. Újabb 33 év múltán ismét áldoznotok kell azok közül, akik a hívást megkapják. A fiatal lány ekkor újból meghajolt a nagyapám előtt. Felénk fordult, karjait a hold irányába tartotta, és vékony hangon felkiáltott. Az ismeretlen isteneknek! Az egybegyűltek tompa mormolása volt rá a válasz. A lánynak keskeny, szinte ijesztően szép arca volt. Amikor rám nézett, egyszerre úgy éreztem, hogy a szemébe költöztek nagyapa tüzének árnyai és lángjai. Menj, asszonyul, adom magamat, hogy a világ éljen! Hogy a világ éljen! Ismételte háromszor a tömeg. Bénultan álltam. Azonban a szavak által kivetett mágikus békjószorítása úgy éreztem, hamarosan engedni kezd. Talán csak azért volt, mert egy hirtelen jött fekete felhő eltakarta az égre igézett hold arcát. Talán csak azért, mert mindent bizonytalanná tevő fénye akkor nem ért le ide hozzánk. Eszembe jutott, nekem valamit tennem kellene, hogy azt a szőke lányt megmentsem ettől a dologtól, amire nagyapa készül. Ekkor az apám szavai jutottak eszembe. A vén ember elveszítette a józan eszét. Talán,
ha egy hirtelen ugrással sikerül elég közel jutnom hozzájuk, hogy kiüssem a tört az öreg kezéből, akkor még megmenthetem attól, hogy mennyasszonyul adja magát az ismeretlen isteneknek. Talán, ha váratlan mozdulattal megtörném ezt a varázskört, ha sikerül magamat megszabadítanom az igézettől, akkor a többiek is felébrednek. Kiáltva vetettem hát magamat előre, és alig néhány méterrel kellett volna előrébb jutnom, hogy sikerüljön. De szinte azonnal karok fonódtak a vállamra. Egy kemény marok ragadta meg hátulról a karomat, és úgy megéreztem az egyik szürke szakállú, tagba szakadt evezős szorítását, hogy a földre kellett térdelnem. Maradj csendben, kisfiú, mormolta a férfi, és a nyakamban éreztem az erdei televény illatát, az öreg Duna hínáros lehelletét. Mozdulni sem tudtam. Hát nem hallod, ahogyan az istenek beszélnek? Nem hallod a hangjukat? Úgy maradtam, az evezős markába fagyva, és mozdulatlan arccal megbűvölten néztem, ahogyan a lány nagyapa tőrével megvágja a saját karját. Imbolygó, talán bizonytalannak tűnő, mégis kiszámított lépésekkel közeledtek a vízhez. Az öreg kézen fogva vezette a lányt. Nem tudtam megállapítani, hogy a vérveszteség miatt történt-e, vagy valami másféle, talán rituális jelentősége van. A lépéseik olyannak tűntek, mint valamiféle különös barbár tánc. Együtt merültek el. Lassan mentek befelé a Dunába, amíg a vérüktől elszínezett víz egészen el nem lepte őket. Nagyapa csimbókos, hínárszerű haja még lebegett egy darabig a fekete víz felszínén, akár a hullámok vetette hab. Nagyapa tőre, amelyet az utolsó pillanatban valaki átadott nekem, sokáig remegett még a kezemben, véresen, mintha én magam vágtam volna át az öreg és a lány csuklóit. Vagy talán valóban én is tettem? Ami a teljes igazságot illeti, ennyi év távlatából már kevés dologra emlékszem pontosan arról az éjszakáról. Most, ahogyan vénülök, a hullámok éjszakai dalát hallgatva alig ha kelek fel többé az ágyamból. Mintha bizonyos részletek tisztábbak, mások pedig homályosabbak lennének. Arra emlékszem még, hogy odaállt a másik parton, a berekből elgomolygó köt széléről, mintha még láttam volna egy aranyvillanást. Akkor, ott, miután elmerültek az éhes, fekete hullámok között, mindannyian hallottuk a kürtöket. A kürtöket, amelyek hívnak minket, a Vén Duna mélyéről, minden 33. évben.